Peggy 18. Sziasztok, kedves játékos cimboráim, innen a Postal 3 Pokol Bugyrából. Igen, jól hallottátok, Pokol Bugyra. Hát, mint látható, kis kedvenc karakterünk Postal Dude nem elégedett meg Amerikával, és most átment Mexikóba egy kicsit vandálkodni, és úgy gondolta, hogy kipróbálja a helyi formációt, amit farmáciának szólít. Na jó, persze nem. Na, de nem is kell ezt sokat csinálunk ezen a kis missionön. Egész egyszerűen csak futunk itt egy kicsit, aztán balra fordulunk, aztán megint futunk egy kicsit, és már is olyasmi meglepetés fog minket érni, amire nem számítottunk volna. Egy újabb videó, ó Istenem! Na, itt a farmácia, ó, mehihó! Na, a lényeg az, hogy itt is kap egy ilyen jó kis melót, kedves Postal Dude-unk, az lesz a feladat, egészen pontosan, találjátok ki, igen, vegy elő a porszívóját. Előveszi a drága porszívóját, és azzal bizony dolgokat fog művelni. Először is ezekkel a futballlabdákkal szépen felszívja őket a porszívóval, majd átnyomja ezen a kerítésen. Csak feltételezem, hogy ezek a labdák amúgy heroinnal, vagy kokainnal, vagy valami ilyesmivel vannak megtöltve, és át kell őket juttatni a mexikói határól az amerikai félre. Már csak az a kérdés, hogy a túloldat vajon ki fogják ezt felszedni. Ó, de ki kéne ürítenem a porszívómat, hát tele van ilyen izé almával és hoki zsebkendő maradékkal. Hú, de undorító, ez meg mióta ott van. Na, felszívjuk is szépen ezeket a cuccokat. Nagyon jól csinálták meg ezt a játékot, mint mindig, ezt majdnem minden résznél hangsúlyozom, mert tulajdonképpen ennél a feladatnál a játékidő felét azzal töltöttem, hogy próbáltam felszívni azokat a nyomorult labdákat azból a nyomorult dobozból, és nem bírtam azt az utolsót felszívni, Istenem, bemér! Miatt egy szuper porszívó a hátamon, és nem bírok felszívni bele egy baseball labdát, oh. Vagy amerikai, ah, hülyeséget beszélek, nem baseball labda, amerikai futball labda, ó. Oh. Ezen biztos majd páron ki fognak akarni, Istenem, nem áll. Na, a lényeg az, hogy végre sikerült felszívnom 8 óra kilódás után, és már is irány a mexikói-amerikai határvonal, ami kb. Itt van tőlünk 2 méterre. Igen, hatalmas nagy ez a pálya. Sejtettétek volna mi, hát sokat vesződtek vele a készítők. Na, és nagyon nehéz lesz a dolgunk, mert hát szépen fogjuk ezt a csomó labdát, és ott a kerítés, és átnyomjuk fölötte. Ahaha. Na, azt hiszem hozzá is látok, már senki nincs, aki zavarjon. Ó, hogy repkednek a labdák. Hé, hey, főnök, valaki labdákat dobál át Amerikába. Ó, ezt nem hagyhatjuk. Mit művel ez a seggfáj? Ó, biztos droggal van tele. Ó, menjünk, kapjuk el. Nem lehet az, hogy itt valaki narkóval dobálózon. Kúanyját, na, kezdődik is a móka. Nagyon egyszerű lesz a feladatunk, maradjunk életbe. Hát, mint látható, a nagyon feldühödött határőrök szörnyű, dühös tömege van itt előttünk. Egészen addig nem támadnak, amíg én nem vágok hozzájuk valamit, úgyhogy... Micsoda feladat, újfent. Na. Most kicsit sikerült felkelteni az érdeklődésüket egy gránáttal. Oly, de szépet püffentek. Kár, hogy túlélik a gránátot. Én nem élném túl, de hát ezek ilyen keményebb rendőrök. Ó, és most nézem, sarukba szorultam. Vissza kéne menekülni. Ah, hát erre van a kiárat. Jó van, adok neki gránátot, hát egy kicsit vissza tudom őket tartani. Hát annyira nem sikerült. Csak jönnek rám ezek a gyomorúságosok. Na. Ó, és ez a kopasz, ez nagyon be van izgulva. Bebújt a bokorba, és elővett egy automata fegyvert. Hát, na jó, azt hiszem ide nekem is egy kicsit bekeményítenem. Ah, a macska az nem lesz jó. Viszont ez már megteszi. Nos, hölgyeim és uraim!
Most olyasminek lehettek szemtanúi, ami játéktörténelmi példa, csillagközi invázió mexikói drogellenes kommandós rendőrökkel. Íme. Így nem fogják abba hagyni, ezek addig jönnek, öcsém, komolyan mondom, a végén már itt hegyekbe fognak állni a hullák. Vagy tényleg mennyivel érdekesebb lett volna a csillagközi inváziót inkább ilyen emberekkel próbáljuk megcsinálni. Jó, hát akkor biztos mondták volna valami zombis film, vagy valami ilyesmi, mert hát az nagyjából hasonló. Ezért mégis izgalmasabb ilyen kóbolyos, kalapos, bajszos rendőrökkel itt tanakodni. Na és itt a nagy mészállásba posztált úr annyira elfáradt, hogy úgy döntött, hogy szépen iszik egy keveset a helyi jellegzetes innivalókból. És hát... kipróbálta a tekilát, meg a kukacot, meg a tekilát, meg a kukacot, és a tekilát, és a lehet, hogy sót is evett mellé. Hát nem tudom, de lehet rajta látni, hogy kezd kicsit eluralkodni rajta a pánik. Hát igen. És hát amíg itt elmélkedett az élet nagy értelmén, úgy döntött, hogy megpróbál ő elindulni a kiárat felé, tudatmódosító szerek befolyása alatt, hát nagyjából kb. Hogy is mondjam, azt hiszem eddig jutott, de lehet, hogy tévedek, mindjárt kiderül, na, kinyitod az ajtót? Hát ezt nem nyitja ki. És rádöbbent, hogy egy klónozási kísérletbe vesz részt, ahol is mexikói bajszos rendőröket klónoznak. Nos, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt az részt, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!